és elvileg innen fogjuk folytatni. Amit jó lenne, hogy picit halkítok, mert nagyon hangos a game, hogy kellene főznünk. Ugye a macskát néztük, és szerintem nem, ilyenünk nincs, ilyenünk van. Tehát közben megnéztem, hogy hogy működik ez a dolog. Vagy mégse? What? Na jó, ez berakta nekünk ide automatikusan. De akkor múltkor miért nem tudtam megcsinálni? Béna voltam vajon? Sétadri, mindjárt beszélünk róla. Na mindegy, akkor hát nyomunk egyet. Hát rőd bagoly. Nyomunk abból is egyet. Pontjaink nincsenek, úgyhogy akkor mehetünk is, ha minden igaz. És elvileg, ha jól tudom, vagy jól értettem a guide-ot, akkor a... Mindjárt nyitok egy mapot. Akkor itt a kriptában kellene, hogy legyen egy olyan szörny, amiért ad pénzt ez a fő fűszedő, fővadász, akár kicsoda. Úgyhogy most szerintem oda megyünk, és megpróbáljuk. Elvileg nem könnyű, de hát az élet nem könnyű, szóval... Ja. Szóval megnézted Sejtadri a fiatal pápát. És érdekelne, hogy nekem mi tetszett benne. Hát alapvetően az, hogy elég egyedi, szerintem. Nyilván én nem vagyok vallásos, szóval ilyen szempontból nem tudom megítélni. Mondom, Jude Law szerintem nagyon jól játszott a szerepét. Szerintem az remek volt. Meg nem tudom, ugye a mellékszereplők is azért elég jók. Én úgy gondolom. De persze ez megint egy kicsit olyan furán hangzik, mert nem tudom, hogy mi a jó. Én azt mondom, hogy tetszett. Na, talán így a jobb megfogalmazás. Nem is tudom, mikor láttam utoljára, de... Hát, jó néhány éve. Jó néhány éve. De na, nekem tetszett. Az új pápában a John Malkovich pedig zseniális. Voello az volt a Napoli szurkoló, ugye? Hello, stop, soros, szia, szia. Aha, oké. Okay. Igen, igen, igen. Hát ő tényleg jó volt. Na, megpróbáljuk benyomni ezt a... Na, vajon hova tette? Hol a macska? Itt van. Benyomjuk. Ah, nagyon jó. Azt nem tudom, hogy meddig tart. Tehát majd meglátjuk. Hűha!
Úristen. Óvatosan. Oké. Jó. Szükségem van gúlvérre. Sejtadri, az nagyon jól hangzik. Hát jó főzőcskézést. Köszi a cheat segítségedre. Oké. Nem mondjátok, hogy itt semmi nincs. Minek mentünk be oda? Minek ment oda? Micsoda? Ozreal. Gerált, kelj fel! Ez Benny Hill lesz. Csirke comb. Remek csirke comb. Jó, fönt van a mérgezésünk, de nem baj, hílelünk egy kicsit. Már nincs sok élete, reméljük, hogy nem tud hílelni. Menjünk egy csirkecombot is.
Most jó jönne a paprikás csirkét cserét, Adri. Megmondom őszintén. Na! Oké. Okay. Jó, és akkor itt van a trófea, az algul fej, amit vissza kell vinnünk a vadásznak. A kripta királya. El kell vinnem a trófeát a vadászat nagymesterének. Jó. És volt itt egy torcs, érted? Na jó. Oké. A torcs az jól fog jönni. Új helyszín folyosó. Oké. Na, akkor szerintem... Hát, vissza is megyünk. Nem sok értelme van itt kóvályogni. Itt egy tetem. Hát, neki már nem lesz rá szüksége. Most olvastam, még nem néztem meg pontosan, de minthogyha a CDPR shopba lehetne kapni most már Orent. Tehát dobta ki konkrétan Orent. Egy gyűrű. Majd ránézek, hogy mennyi az annyi. Hát nem tudom, hogy egyet lehet-e venni, lehet, hogy ilyen készletben van. Két pár voltunk. Jó, hát szerintem ezt a kriptát akkor itt körbejártuk. Elvileg. Úgyhogy most visszamegyünk a vadászhoz, ha megtalálom, hogy hol van. Csak egy órát meditálunk. Úgy elvileg egyszerre csak egy trófea lehet nálunk. Igen. Jaj. Azért meditáltunk, hogy kimenjen a mérgezés. Ha valami van, akkor tudjunk hílelni. Vajon hol lehet a vadász? Most ezen gondolkodok. Talán itt? Hát nem. Hát itt útközben akadtunk bele mindig, úgyhogy valahol biztos, hogy ott lesz. Mást akkor ránézünk a guide-ra.
Hát erre biztos nincs. Hát szerintem erre... Erre sem emlékszem, erre csak odóháza van. Akkor megyünk tovább. Ah, ott van. Igen, a vadászat királyi nagymestere. Na, hát akkor elvileg ő megveszi. Üdvözlet! Megöltem a kripta bestiáját. Megöltem a kripta bestiáját. Mi a fene? Még sose láttam ilyen gult. Fogd a 200 orent. 200 oren. Viszlát. Na, ez király. Jó, és akkor megnézzük a másik ilyen questet is. Csak ahhoz rá kell néznem a guide-ra. Egy pillanat türelmeteket kérem. Mert most hirtelen nem ugrik be, hogy ez pontosan hol van. Pedig néhány napja néztem meg, de hát tudjátok, hogy megy ez. The Monster of the Lake. Aha. East of the Mill, near the Miller's Gate. Oké, tehát a malomtól, ahol ugye a szellem járt a malom, attól van keletre, a Miller's Gate közelében. Oké. Hát, stopsoros, igen. Amúgy nem kell mindig mindent lefordítani. Jó az, ha csak annyit mond, hogy ghoul. Oké, na. Ezt nem tudjuk fölvenni. Nem. Oké. Na, akkor irány a malom. Hát igen, ide. Hát igen, a Witcher nem lett vaják. Mondjuk nem tudom, hogy a Witcher könyveket kifordította. Elvég az angol nem lett valami jó. Ismerek valakit, aki angolul olvasta. Az nem lett igazán jó. Bár az a helyzet, hogy az alapanyagot sose fogom megtudni, hogy milyen. Mármint könyv. Egyrészt én nem is tudnám megítélni, megmondom őszintén, tehát én olvasva egy könyvet nem tudnám megmondani, hogy az jó vagy nem jó. Legfeljebb azt, hogy tetszik vagy nem, vagy élvezem vagy nem. De állítólag azért ez nem egy olyan, mint a Gyűrűk ura vagy a Trónok harca, tehát nem olyan szintű könyv. Maga a világ az nagyon jó, csak hát igen, az író az... Jó, mondjuk nem jót mondok referenciának azért, mert azok tényleg kiemelkedőek, de na mindegy. Értitek, mire gondolok. Jó, szóval itt Drownerekről lesz szó, folytólidércekről, úgyhogy le kell ülnünk meditálni, mert azok ugye csak éjszaka jönnek elő. Legyünk kemények. Mindig kemények vagyunk, tudom, de...
Hát kettő elég lesz. Van nálunk még birkacomb. Érdekes elít, Adria, amit mondasz, hogy az a mérvadó, hogy tetszik-e vagy nem. Nekem, mint laikusnak ez biztos, hogy így van. Ez nem kétséges. Csak akkor a kritikusok mit csinálnak? Mármint, hogy... Tehát nekik van olyan, hogy tetszik egy könyv? Tetszhet nekik egy könyv? Vagy nekik objektíven kell értékelni. Hű, itt rohadt sötét van, bár mondjuk éjszaka ez annyira nem meglepő. Aha, itt van a Molnárok kapuja. Miller. Aha, és ott lesznek a folytólidércek. Ott van Nadir. Aha. Várjatok. Valamit elfelejtettünk. Gyorsan elmentettem. Mikul! Jó vagy, Mikul, jó, nyomod. Nyomod. Nem akarom Mikult megvágni. Jó voltál, Mikul, kösz. Szasz. A kritikus, mint szakmák puzséróta nem tudom komolyan venni. Na jó, stopsoros, de hát... Ilyen celeb... Celeb kritikus lehet, vagy hogy mondjam, tehát én. Kívünk a vízbe. Na, de így ennyi volt. Az igen. Kritikusok is egyfajta művészek. Én megértem, hogy vannak dolgok, amiket meg lehet objektíven ítélni, tehát vannak olyan könyvek, amik egyértelműen mindenki azt mondja, hogy szar. Mit tudom én. A tó szörnyi ez a questünk egyébként. Mit tudom én, ilyen például a hát, olyan Szürke 50 árnyalata, meg Twilight, meg ilyen. De ezek ilyen popkulturális irodalmak, nem meglepő, hogy szarok. Mármint... Na hát, tudjuk, hogy a popzene is milyen. Hát, ugye Britney Spears nem azért volt sikeres, mert hogy olyan különleges zenéje volt. A könyvek fast foodjai. Valami olyasmi, igen. Pop culture. Most nem azt mondom, hogy azok nem lehetnek szórakoztatóak, félre ne értsetek. Persze, hogy lehetnek, de egy kritikus nem fogja azt mondani, egy rendes zenész kritikus Britney Spears-re. Mi a fasz? Nope. Tehát nem fogja azt mondani, hogy mennyire különleges módon használja a zenét, meg a hangját, meg a... mert hát...
Na. De ettől még lehet szórakoztató. Tehát én is van rengeteg dolga, amit szeretek és szar. Érted a... Tehát a 80-as, 90-es évek filmjein nőttem föl. Hát gondolhatjátok, tehát... Azért... Tehát ott van mit tudom én, egy Die Hard. Na, most azt tudja mindenki, hogy azért nem egy keresztapa, de mégis szórakoztató, meg én nagyon szerettem. De ez már ilyen, hogy mondjam, ilyen nosztalgikus dolog. Hát igen, Sajt Adri, ebbe is van valami. Ja. Azon meg utána lehet vitatkozni, hogy most probléma ez, hogy mondjuk egy ilyen gyenge minőségű valaminek ekkora olvasottsága, nézettsége, hallgatottsága van, most tök mindegy, hogy könyvről vagy miről beszélünk. Na. Üdvözlet! Nálam van a tóparti szörny feje. Nálam van a tóparti szörny feje. Elég szép folytó lidércnek, de mégis olyan, mint egy szent melitele. Ez egy vízbe fúlt. 200 orenüti amarkod érte. A hangsúlyozás azért az... Viszlát. Az nem semmi. Szent melitele. Na, a tószörnye is persze megvan. Persze. Úgyhogy akkor... nem ez kell, hanem napló, küldetések. És akkor itt van a kripta királya. Megöltem a kriptába lakó szörnyet, ha felkeresem a vadászat nagymesterét, akkor megkapom a jutalmam. El kell vinnem a trófát a vadászat nagymesterének. Oké. Odaadtam a trófát a vadászat nagymesterének, és megkaptam a jutalmam. Király. A másik pedig... hol van? A tó szörnye. Így van. Megöltem a szörnyet, mert a tóparton evett. Oké. Na, és akkor lássuk, hogy mi van. Van a szalamandra nyomai. El kell oldani a bestia ügyét. Így van. Elvállaltok néhány új feladatot, amíg elkészül a főzet. Majd Abigailhez kell mennünk, szerintem az lesz a következő. Berengár titka. Ővel majd később fogunk találkozni, szerintem jóval később. Úgyhogy ezzel most nem kell foglalkozni. Kockajáték. Igen, ez majd... Ugye a kezdő az megvan, tehát komolyabb ellenfél után kell nézni, itt már nincs több. Szőrös medve fogadóba kell egy csomagot vinni, ez chapter 2. Bezélnem kell Vizimaváros őreivel, ez is következő. El kell nyernem a falusiak bizalmát, hogy elmondják, amit tudnak a szalamandrára, szerintem ez pedig majd a tiszteletes fogja elmondani. Az irodalmi értéket az határozza meg, hogy későbbi korokban mennyire marad releváns. Hogy van-e az adott kornak olyan, ami értékes. A Sajt Adri, ez egy remek, remek gondolat. Oké. Szóval a legfontosabb, hogy neked tetszik-e valami. Igen. Jó. Oké. Tehát akkor a Die Hard jó, ez azt jelenti. Azt a következtetést vonom le. Na, questet be kéne lőni. Igen, ez. Jó. Abigail pedig pont itt van. Elkezdtem újra nézni a Jó barátokat pár hete, már a hetedik évadnál járok. És ugye pont most volt pár része ezelőtt, hogy ugye Bruce Willis megjelent. Na, Abigail. Mit akarsz? Kész van a főzet. Igen.
Alvin, idd meg. Oké, megvan. Úgyhogy akkor nyomjuk tovább a main questet. Fel kell keresnem a tisztet, és meg kell osztom vele az új híreket. És akkor most Alvin megitta? Én is Witcher leszek. Hát, kezdhetjük, ha gondolod. Mi? Oké. Ég veled. Ég veled. Más nem mondott. Jó. Akkor menjünk a tiszteleteshez. Jó. Igen, vele kell beszélnünk. Friends is klasszikus, sőt, az egyik legjobb sitcom. Erről én nem tudok nyilatkozni, hogy ez egy... Hát, én nekem az egyik kedvencem. Kimaradtak nekem olyan sitcomok, amiket nem lett volna szabad kihagyni. De például... Jó párát meg is nézd. Hát nem erre kell jönni. Shit. Hát az egyik legjobb, na, hát most nem feltétlenül a legjobb. Nyilván azt mondani valamire, hogy a legjobb azért az egy elég meredek dolog. De, ja. Nyilván manapság már azt, ahogy az ott meg volt írva, meg le lett forgatva, meg el lett készítve, azt ma már úgy nem lehet. Ilyen-olyan okokból. Most azért ezt látom, hogy... Tehát nézem ugye, és azért vannak benne olyan poénok, amiket ma már szétszednének. Brooklyn Nine-Nine is nagyon jó. Ez kétségtelen. Nekem nagyon tetszett a Two and a Half Men is. Főleg amíg Charlie Sheen volt benne. Hát igen, az egy régi vágású sitcom azért, tehát a Brooklyn Nine-Nine egy sokkal dinamikusabb, sokkal frissebb, sokkal pörgősebb. A lángok majd előzik a dél. De ja, más egy kicsit. Beszélj! Tudom, honnan származik a bestia. Na. A boszorkány idézte meg? Nem. A bestia valami emberi gonoszság miatt jelent meg. Hogy megölhessem a bestiát, meg kell találnom a bűnöst. Bölcsesség lakozik szavaidban. Amikor a bárány eltéved, a jó pásztor visszatereli a helyes útra. Különben elveszejtik a farkasok. Megteszek mindent, hogy elpusztítsam a bestiát. Minden falusira szükség lesz. Tessék, itt a jutalmad, Witcher, 200 oren. Megtettem, amit kértél. Hol van a szalamandra búvó helye? Menj a fogadóba, ott találsz egy csoportot a szalamandra megbízásából. Ők vették át az irányítást a hely felett. Az öreg házban van a búvó helyük. Olafnak van hozzá kulcsa. És Witcher? Igen? Semmi. Mindenkinek otthon kellene maradnia. Oké. Na, elmondta a szalamandra búvó helyét. Úgyhogy akkor... A fogadóba kell mennünk. Na, minden questünk frissült. Ugye akkor ezt megnézzük. Oké. Szalamandra rejtek hely. De ez is, hogy milyen... Tekervényesen a tisztetes megosztotta velem a szalamandra rejtekhely hollétét. Jó, nem baj. Mondjuk nem szép irodalom lehetett volna egyszerűen. A fogadóban kulcsot is szerezhetek hozzá. Jó, akkor a fogadóba kell menni. Nyilván a város másik végébe, vagy a falu másik végébe. A tisztetes azt mondta, hogy majd elintézi a bestiát. Ideje a szalamandrával foglalkoznom, jó.
akkor ez várhat. A falusiak tudták, hogy hol van a szalamandra búvai, igen. Védelmi pénzt szedtek a helyiektől. És magukkal vitték a gyermekeket is valamilyen ismeretlen oktál fogva. Azt mondja, komplex bűnszövetkezettel van dolgom. Jó, oké, hát akkor először elmegyünk a fogadóba, ott kérünk kulcsot Oláftól, ugye a kocsmárostól, és rajtuk ütünk. Technikailag Mr. Bean is sitcom? Hát igen, de azt lehet sorozatnak mondani? Vagy... Mert persze... Technikailag lehet, hogy sitcom, de nem biztos, hogy sorozat. Nem tudom. Hát igen, a Friendsnek volt egy nagyon egyedi vonása ilyen értelemben, hogy tényleg egy baráti társaság hülyéskedett meg, egy baráti társaság mindennapjait mutatta be. 15 rész? Ó, oké. Ezt nem tudtam, vagy legalábbis nem értékeltem így. Hogy ez egy nevezhető sorozatnak. Jó. Oké is. Na, Olaf. Bajkeverők. Azt mondja, bajkeverő. Elinnen. Elinnen. Fújj valami más nótát. Hát, ti leleztek vágva, gyerekek. Ne érj hozzám. Egy kicsit tüzes a lágy. Csináljuk azt vele, mint Mikul nőjével Ilszával. Micsoda hangja volt. Aha. Te is új vagy. Neked is azt mondta, hogy várakozz. Tegyük vele, amit az ilyen kis cafkákkal tenni kell. Ez a nő hozzám tartozik. Senki nem érhet hozzá. Nem tudsz megállítani minket. Ha. Valóban. Meg foglak ölni, te fattyú! Igen, Sáni meg tud így hílelni. Ennyi. Éppen időben érkeztél. Rendben vagy? Igen, rajtam ütöttek és megölték a fogadóst. Shit. Többé már nem bántanak. Vizimába megyek, remélem találkozunk ott. Ha, hogyne. Csak veled. Itt várlak, még a szalamandrákkal foglalkozol. Tépszét őket a nevemben. Értettem. Így lesz. Várlak. A fogadós. Át kellene néznem a zsebeit. Kilútoljuk a kulcsot. Ott egy fej. Vajon Veznával mi lehet? Oké. Hát igen, az a baj, hogy a fegyvereket nem tudjuk még fölvenni. Mármint, hogy föl tudjuk, csak egyet tudunk. Összvisz. Jó, és itt van a kulcs a szalamandra búvóhelyéhez. És most már el tudunk majd oda menni.
Ez így van, Sejt Adri. Az, hogy valami tetszik, vagy nem tetszik, abban nem lehet igazad, meg nem igazad. Ha tetszik, tetszik, kész. Ha nem tetszik, nem tetszik. Kinek mi tetszik. Nyilván ettől még megosztani meg lehet. Még majd, hogy nem azt mondom, hogy vitatkozni is lehet rajta, veszekedni nem annyira. Jó, és akkor itt van a szalamandra búvó helye. Meg az, hogy nekem a kedvencem a Jó barátok, szitkom. A szitkomok közül az nem jelenti, hogy a többi rossz. Meg ezzel nem akarok senkit megsérteni, tehát ez is fontos. Ha azt mondom, hogy az a legjobb, na azon már lehet vitatkozni, mert az nem biztos. Az, hogy az ízlésem rossz, az más kérdés. Na, de, na. Azt. Hát nincs topsoros, te is régóta élsz külföldön. viccelek. Hello, fiúk. Na és mi lesz az adománnyal? Miféle adománnyal? Föl lesz dupla. A gyerekekre gondoltam, te bolond. Eresz. Nincs vám, nincs belépés. Ennek semmi értelme. Nincs láb, nincs megöllek. Csoki. Jó. Szembeszállsz a szalamandrákkal. Igen, itt ez volt a poén, hogy itt gondolkodás nélkül így elkezdtek ütni, tehát beléptél és már négyen ütöttek. Hűha! Meg is halunk. Az igen. Először haltunk meg. Mármint, hogy másodszor, de az első az nem számít, mert akkor az őrök támadtak rám. Mi, hogy mentettünk? Lehet eleve úgy kéne ide bejönni. Kikresett a játék, érted? Semmi baj. Mindjárt. Hát ez hogy került ide? Kikresel a játék? És akkor most újra be kell állítania. Mert ezt nem jegyzi el meg. Oké. F-el hílelek? Már nem is emlékszem. Nem, F-el hátra nézek. Vagy mit csinálok? Jó, benyomtuk a főzetet.
Oké. Szintet léptünk, mert megöltük a... Pusztulj, disznó! Oké. Pusztulj, disznó! Jó, akkor megvagyunk. Király! A játék nyugodjon békében? Itt egy csapóhajtó, mindjárt ezt megnézzük. Még vannak maradványok. Jó. Na lássuk. Mintha harem portékái lennének, amiket én mentettem meg a folytó lidércektől. A szemetek a szalamandrákkal üzletelnek. Az igen. Akkor a Skoyatel a szalamandrákkal bizniszelt. Ugye a Skoyatel hozta el a cuccot, a, ugye akiket először megöltünk, de aztán úgy döntöttük, hogy mégse üljük meg őket. Ha, ez nagyon érdekes fejlemény. Na. Lássuk, akkor... Ha valami még itt van. Hát vagy nincs. Oké. Vizelnem kell. Hogy mi? Nem sietted el? Van valamid, ami az enyém. Tévedés. Miközben te erőszaktevőknek és gyilkosoknak dolgozol. Hol van Berengár? Az a tökfej lelépett, de beszédesebb volt, mint te. Semmi kétség. Azar Javed meggyőző képességének áldozata lett. Ki az az Azar Javed? Hatalmas varázsló. Nem vagy egy súlycsoportban vele. Meglátjuk. A bátorságod nem lanyhul, vicserkém. Meglátjuk, hogyan boldogulsz majd Azarral. Gyilkosok? Odó azért utazott ide, hogy megtanuljon harcosokat ölni. Azt feleltük, hogy egy ilyen szánalmas alak csak álmaiban harcol. Elég a csevejből. Itt a tettek ideje. Nincs nálunk, amit keresel. Nincs itt. Egyenesen a vizimai bázisunkra vitték. Rossz neked. Táncoljunk. Mindenki támadás! Pusztulj, disznó! Mi a fasz? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig értem, hogy miről beszélgetnek. A fő motivumokat elkapom. Az abban megegyezhető. Jó. A szalamandra nyomai, ki kell jutnom a ballangból. Cső, Alvin! Lenyűgöző kardforgatás. Miért vagy itt? A tiszteletes küldött az elhagyott házba. Azt mondta, valaki várott rám. Hogy az a... Örülök, hogy biztonságban vagy. A tiszteletes küldte ide? Azt mondják, vízimába visznek minket. Ott fogom megtalálni a szalamandrát. Köves. Akkor tiszteletest is kinyírjuk, nem? Ebből a barlangból. Ez a fal elég gyengének látszik ahhoz, hogy áttörjük. Próbáljuk meg. Oké. Loot. Loot. Hát nem loot. Oké. Loot. Gomba. Á, nem tudjuk leszedni. Tábortűz, láda. Uren. Oké. Aha,
Itt egy tekercs. A Rődbagoly könyv. Kermoránból lopott Witcher titkok egy része. Sonkás szendvics. Ha, ez baj. Amit ki kell dobnunk. Kidobjuk ezt a sört. Oké. A redániai világos. Láda. Kék meteorit. Kecsketej. Oké. Előbb-utóbb mindenki meghal, kivéve a hegylakót. Hú, én még emlékszem arra a sorozatra. De sokat néztem. A TV3-on ment. Ha... Hát nem tudom, hogy ti emlékeztek-e rá. De volt ilyen, hogy TV3. És ott ment a hegylakó. Gyorsan itt még körülnézek, mondjuk elővehetném a fákját. Harmadik évadnál jársz. Az igen. Jó, ezt nem lehet kitörni. Szerettem nagyon azt a sorozatot. Hát lehet, hogy én is megnézem, hogy hol lehet nyomon követni. El akartak venni minket a szüleinktől. Az hány éves vagy te? 40? Kérlek, ne bánts! Kövess! Nem tudok menteni. Semmi baj. De most már tudok. Á, never mind, azt én itt nem merem. Megmondom őszintén. Félek, hogy jönnének szólni, hogy nem kéne. Van magyar VPN, ott van a Debreceni Egyetemi. Csak... Mit csinálsz? Újabb főzetet készítek. Jó füstös és bűzös a mágiád. Erős összetevők erőssé teszik a mágiát, az egész falu számára. Miért? Közeledik a dühös csőcselék. Égesd meg a boszorkányt, üvöltik. Ő hozta ránk a bestiát. Védenem kell magam. Pedig az emberek idézték meg a bestiát alávaló tetteikkel. Nem vagyok meglepve. Mikul, a becsületes, erőszakoskodott Ilszával. A lány öngyilkos lett. Nem? De meggazdagodtál a mérgen. Odó pénzért vette el a testvére életét. A tiszteletes száműzetésbe küldte a terhes lányát, aki most Vizimában árulja a testét. Háren eladott egy mókust az őröknek. Tudtad, és nem tettél semmit. Az aranyukat mérgekre és varázsitalokra költik. Az már nem az én dolgom, hogy használják. Világos, miért üldöz a bestia. Maradj itt, amíg beszélek a kintiekkel. Ne engedd, hogy bántsanak. A bűneim nem olyan nagyok, mint ahogy állítják. Igazán. Tudd meg magad, ha akarod. Abigail, szeretnélek jobban megismerni. Ennyi, érted? Ennyi. Gyűjtjük a kártyákat. Tiszta Hearthstone. Oké. Ki kell állnom a falusiak elé és ítélkeznem. Hát mindegyik egy köcsög. Az a helyzet. Már elnézést, hogy én nyersen fogalmazok. És különösen Abigail se... Sokkal jobb, mondjuk jobb, erre megyünk kifele.
Meg ő odaadta a kártyáját, ugye? Na jó. Nyomjuk. Volt mentés, az király, akkor nem tudjuk elrontani. Égessük meg az ördög megyasszonyát! Poklok kínjai között szenvedjen a rima! Oda bent van a boszorkány. Emészze bűntől mocskos testét az örök tűz, hogy megszabaduljunk a bestiától. Igazságosan kell megítélnünk. Az a némber tönkretette az életemet. Megátkozta a bátyámat, el akarta őt rabolni, és az aranyát is. A bátyám kigúnyolta őt, ő meg az ördög praktikáival rávett engem, hogy megöljem a testvéremet, a hitetlen. Van egy téged ábrázoló bábú a kunyhójában. Most is erről álmodom. A varázslata megölte a testvéremet. Meg kell halnia! Ha? A bátyád egy harcos volt. Csak úgy ölhetted meg, ha éppen aludt. Ne hallgass rá! Ez egy korcs, egy Witcher! Milyen érveket tudsz felhozni, Haren? Felajánlotta magát nekem, ha segítek a Scoia'telnek. Gyűlölöm a másfajokat, de muszáj volt velük üzletelnem. Jól tetted. What? A pénz nem minden, más törvények is léteznek. Ah, gyermekrabló banditákkal üzletelsz. Döntöttél végre? Mit gondolsz, tiszteletes? A boszorkány kihasználta Odót és Harent. Megmérgezte Irszát. Tehát akkor Mikul erőszakoskodott Irszával? Ezt nem tudom most, ez nehéz így, mert ugye a Mikul azt mondta, hogy szerette Irszát. A boszorkány most azt mondta, hogy erőszakoskodott vele. Higgyünk a boszorkánynak? Mikul meggyalázta Irszát, aki saját kezével vetett véget életének. Abigailnek régen el kellett volna távoznia, de inkább maradt, hogy bosszút álljon gonosz sorsáért. Az ördög mágiáját használva félemlítette meg ezeket az egyszerű embereket, és rájuk szabadította a bestiát is. Hát de a tiszteletes mondta Alvinnak, hogy jöjjön ide. Tehát ő is benne van nyakig. Tehát az első lesz. Te vezeted ezt a csapat banditát, így tudnod kell, hogy gyerekeket adnak el a szalamandrának, és tudnod kell az erőszakról és a gyilkosságról is. Ó, de másik. Láttam az Odót mintázó bábút, és a boszorkány feladta magát nekem, ha megteszek neki valamit. Nem. Itt a tiszteletes nyakig benne van. Csendet, fattyú. Te vezeted ezt a csapat banditát, így tudnod kell, hogy gyerekeket adnak el a szalamandrának, és tudnod kell az erőszakról és a gyilkosságról is. Megvetlek. Ti is mindannyian bűnösök vagytok. Ezt még megkeserülöd. Elhozom Abigailt. Térjetek vissza otthonaitokba. Az idők kezdete óta minden gonoszság okozója a nő. A káosz eszköze, az összeesküvés párja a világ és az emberiség ellen. A nőket egyedül a nemi vágy uralja, hogy kielégítsék éhségüket és telhetetlen vágyaikat, szívesen szolgálnak démonokat. Meg akarnak minket ölni. Ne félj. Itt is van. Égessük meg a mocskos boszorkányt. Senki nem éget meg senki. Barátaim, megpróbálnak megijeszteni minket. Ne féljetek, ők tehetetlenek, amíg együtt vagyunk. Tényleg így van? Tűnj innen, Witcher, és hagyd a boszorkányt békén, vagy te is égni fogsz. Szeretném látni, ahogy megpróbálod, Kontár. Mozogj, te csavargó. Talán elengednek. Geralt bekeményített. Két választásotok van. Megvárjátok, amíg elmegyek, aztán megpróbáljátok megölni Abigailt. Akkor visszajövök. Megölök minden tetves parasztot, aki él és mozog, és nem tud felmászni egy fára. Vagy megpróbáltok tiszteletre méltó életet élni, elszámoltok a lelkiismeretetekkel, és újrakezdtek mindent emberként.
A választás a tiétek. Köszönöm, Geralt. Menjünk, végeznünk kell a bestiával. Visszajövök és megölök minden tetves parasztot. Zseniális. Geralt nem tud fára mászni? Hát azt nem tudom. Azt tudom, hogy rohadt nagyot tud ugrani. Ha más nem fölugrik a fára, nem fölmászik. Na. Lassan a kedvenc részem. Itt sose értettem, hogy hogy működik. Hát, ha sikerül elsőre. És előveszi, érted a izét? Menj meg! Abigail, jól vagy? Amúgy. Jó, azt szerintem rip lesz. Jó, Abigail, hílej, légy szíves! Köszi. Jó, elkábított. Semmi baj. Azért még egy csirkecombot benyomtam a gyorsan a végén. Ha már meg kell dögleni. Az a baj, hogy nincsen főzetünk. Az nagy baj. Igen, ez a kábítás, ez nem jó. Azt kell, hogy mondjam. Oh, shit. Abigail nem kéne, hogy kiüssék. Ez fontos. Égek. Nem baj. Abigailt kiütötték. Nem tudok menni. Még mindig nem tudok menni. Most már tudok menni, de most már meghaltam. Legnehezebb boss fight ever. Sokat segítene, tudnám, hogy mi történik. Abigail. Kéne heal.
Nem tudok menni. Ez a legszarabb boss fight amúgy az egész game-be szerintem. Nem tudok menni. Nem tudok semmit csinálni. Égek. De miért égek? Abigail? Most miért nem... De most tényleg, most miért nem kell fel? Eddig mindig föl kell.
Most miért halt meg? Ez volt az utolsó hibád, hogy segítettél annak az átkozottnak. Pusztulj, szörnyetek! Na most akkor te jössz. Elbírok mindkettőtökkel. Jimmy, hozd a vasvillát! Vasvillát, érted? Abigail jól van. Köszönöm. Neked köszönhetem az életem. Összeszedem a holmimat, és elhagyom a várost. Köszönöm. Neked köszönhetem. Oké. Okay. 100 órán. És elhagyom a várost. 250 órán. A rendajánló levelek küldetés tárgy, a személy, akinél ez a levél van, bármikor betérhet Vizim a városába. Köszönöm a csírcsedit, Adri, ha még nem köszöntem volna meg. Oké. Okay. Köszönet. Hová is lennék nélküled? A kisebbik rosszat választottam. Különben hogy nézhetnék tükörbe? Köszönet. Ég veled. Jó. A szörnyről és emberről el kell mennem a fogadóba Sániért. Jó, de itt még lootolunk. A túlvilág nyoma. Ektoplazma. Oké. Okay. Jó, a gyűrű nem érdekel. Bargest. Oké. Okay. Ez is Bargest cuccok. Miért írja ki azt, hogy nyúzható tárgy? Oké, 120 órán volt Odónál. Jó, őt már kilútoltuk. Jó, a többi meg Bargest cucc. Oké. Na, hát itt a falu az... Az teljesen rendben van. Jó, akkor irány a fogadó. Még először megnézzük, hogy akkor a questek. Szalamandra nyomai, igen, ez csináljuk most. Berengár titka, Berengár meglépett a Szalamandrától, és valószínűleg eljutott Vizimába. Oké. Okay. És Vizimáig kell követnem a Szalamandra nyomait. Jó, akkor tulajdonképpen minden kész van itt ebbe a faluban.
A falu jobban teljesítés épp előre megy. Így van. Előre megyünk, nem hátra. Szóval tulajdonképpen kinyírtunk minden szörnyet és minden itt lakót. Tehát a teljes falut kiírtottuk tulajdonképpen. Ja, sehol senki. Sáni, mehetünk. Gerált, aggódtam érted. Párszor meghaltunk, de semmi majd gond. Majd elmondom Vizimába menet. Itt már végeztem. Magam is. Remélem, soha nem térek ide-vissza. Ezt a sok férget. Kellemetlen időket élünk, Geralt. Mégis, tudod, hogy honnan származik a bestia? Nem. A bűneikkel teremtették meg a tudtukon kívül. Egy hatalmas varázsló sem lett volna ilyenre képes. Akár csak egy tündérmesében. Minden mese valami igaz történeten alapul. Jó. Oké. Hát akkor most már tényleg menjünk. Elvileg akkor mehetünk Vizimába. Ha minden igaz. Gyere, Sáni! Romantikus hét az estében. Flexelünk egy kicsit, hogy kinyírtunk egy gúlt. Az fontos. Gyorsan tűnjünk el erről az átkozott helyről. Hát igen, mert ők gyerekeket adtak el a szalamandrának. Most mondhatnánk, hogy megérdemlik. Ez egy kicsit erős. Erős kifejezés, de... kihívták maguk ellen a sorsot. Most nem tudom, hogy itt nem itt megyünk, hanem Mikulnál megyünk be. A Miller's Gate-en. Sáni? Gerált, beszélj az őrökkel. Ja, jó, oké. De hát velük...
Ezért nem fizetnek eleget. Az út zárva van. Ha van leveled, keresd Mikult. Vizima e kapuk mögött terül el. Remélem, soha nem térünk ide-vissza. Én is. A bestie halott. A szalamandrák halottak. És a parasztok? Ja, azok is halottak. Nagyon vicces. Az engedélyemmel be kellene engedniük minket. Gyerünk. Gerált, beszélj az őrökkel. Megvan az engedélyem. Engedj be Vizimába. Bocsánatot kérek, Witcher. Kérj bocsánatot Ilszától. Őrmester, itt van az a Witcher, akiről beszéltem. Ki van itt, Mikul? Ez az az ember, akit akartunk? Igen, uram, őrmester uram. Ez egy Witcher, egy mocskos szenny. Egy istenkáromló és hamisító, jól tudom? Azt kérdezte, kit engednek be a városba. Aztán azzal jött, hogy van egy szabad átjárást biztosító levele a rendtől. Ha ez a rend lovagja, akkor én Ada hercegnő vagyok. Fattyúk. Hát, nem úgy sikerült, ahogy terveztük. És a második fejezet. Be vagyunk börtönözve. Az a helyzet. Hé, engedjetek ki innen, ártatlan vagyok! Az az 5 font fisztek csak személyes használatra volt. Hé, te, börtönőr! Legalább tegyél máshova! Nem akarok ezekkel a politikai foglyokkal együtt lenni. Rosszul vagyok a politikától. Én egy tisztességes tolvaj vagyok, engedj ki! Be a szád, dolgom van! Jethro, nyugodj meg! Meg akarsz ölni? Ez a tolvaj bosszant engem. Tolvaj, igen, és a politikai foglyokkal vagyok együtt, ez felháborító! Azt mondtam, fogd be! Fejezd be a nyávogást, vagy szétverem azt a nyavajás szádat! Hát ez rohadtul szép. 5 font fisztek csak személyes fogyasztásra. Táncolnál egy vízimót? Gyerünk, kezeket a magasba! Hát, haver. Jethro, nyisd ki a cellát. Ó, félsz? Puha vagy, mint a vaj? Gyerünk, fehérke, mutasd, mit van. Vissza. Mia, akarsz harcolni, vagy sem? Indulj, professzor. Szabad vagy. A professzor. Milyen ironikus, útjaink ismét keresztezik egymást. Oly közel és mégis oly távol. Egyet se félj, Witcher, újra találkozni fogunk, efelől biztosíthatlak. Hibát követsz el, ez az ember egy gyilkos. Nem tartottad be az alapvető szabályokat, amelyek ezt a világot irányítják. Egy genetikailag módosított gyilkos vagy, akinek nincs helye a modern társadalomban. De legközelebb orvosoljuk ezt a problémát. Viszlát. Már alig várom. Alright then. Jó, küldik. Hát ki kéne jutni innen, gondolom. Beszélgessünk a helyiekkel. Tünde Fegyenc. Holnap lesz a nagy nap. Remek. Mit keresel itt, Tünde? Életem utolsó perceit élvezem, vagy legalábbis próbálom. Holnap fellógatnak. Van egy kérésem. Mindig is szerettem játszani. És Jethro megengedte, hogy megtartsam a kockám. Ha nincs sajátod, kölcsön adom az enyémet. Hát akkor játszunk.
Egy pár. Neki is egy pár. Hát, ha kijön még egy kettes. Oly is jó. Így fullunk van. Ha, király. Oké. Megint, ez két pár. Neki is két pár. Ugye a miénk az alacsonyabb. Hát lehet, hogy ez butaság, de rizikózunk. Hát ha leesik egy négyes. Hát nem esett le. Neki meg igen. Oké. Okay. Jó, nem baj, még van egy esély. Egy pár. Na jó. Neki is egy pár. Nem emelünk. És akkor hát, ha valami leesik. Ó, nagyon jó. Egy póker. Ha, kis király. Jó. Zsír. Hát ezt megnyertük. A király megbocsát annak, aki megöli a csatornában lévő kukorixet. És a fele királyság meg a hercegnő keze is az övé, ugye? A politikai viccek még bajba sodorhatnak. Elbánok a szörnyekkel. Túl késő. Van már egy önkéntes. Én jobb vagyok. Az a senki házi azt állítja, hogy puszta kézzel legyőzi. Melyik? Az az izomember. Szabadságot akarsz? Harcolj érte. Aki nyer, az nézhet szembe a kukorixszel. Semmiség. Mi van? Le kell győznöm a gangstert. Jó, ez Vincent Mays. Ártatlan vagyok. Mindenki az. Ez Arnold a patkányom. Megkóstoltad azt a trágyát, amit levesnek hívnak. Kíváncsi vagyok, ki kiabál. Mi az? Állj félre. Bátor tolvajok vagyunk, nem politikusok. Ártatlan vagyok. Oké. Okay. Ez az izomagy. Ez Vincent Mays. Ártatlan vagyok. Jó. Ezek a rácsok. Zárva. Akkor vele kéne verekedni? Megöllek. Aztán azt a hüllőt is, és végre szabad leszek. Milyen hüllőt? Gyerünk. Nem tudom, hogy mi történik. Pű. Pű. Hát kiütöttük. Oké. Okay. Az ember. Nem tudtál volna legyőzni a varázslataid nélkül. Milyen varázslatok? Megmentettem az életedet. A kukorix nem vicc. Legközelebb legyőzlek. Jó, beszélnem kell Vincenttel. Vincent, örülünk? Gratulálok. Megnyerted a lehetőséget a fenevad leölésére. Már majdnem büszke is vagyok magamra. Lemészárolod végre a szörnyet, vagy még áldogálszott egy kicsit. Egy fegyverre van szükségem. Ez vicces. Éppen mostanában koboztunk el egy Witcher kardot. Hol?
nem tartozik rád. Jethro, hozd ide az ezüst kardot. Amit Tylernél találtunk? Igen, idióta. Az nem tartozik rád. Azt, amit Tylernél találtunk. Kérdel Jethrótól. A holmi többi része letétben marad nálunk. Rendben. Jó, akkor megkaptuk a... Többletet fizetek a szörny fejét. Első ezüst kardunkat. Megpróbálom megszerezni. Kukorix, így van, az egy off-brand cornflakes. Beszélnem kell az orgazdával, akinek a kard volt. A kard. Hol volt? Gyerünk, nem érünk rá egész nap. Igaz. Elkoboztunk egy főzetet is. Ha végeztél feladataiddal, vedd magadhoz a holmidat. Megkérdezem. Akkor hívom is a professzort. Idióta! A professzor csak a piszkos munkát végzi. Ha valamit akarsz, keresd a főnökét. Kétlem, hogy sikerrel járnál. Nagy játékos. Sok kedvezménye van. Úgy érted, kapcsolata. Megkeresem. Először is túl kell élned a kukorikszal való találkozást. Figyelj a holmimra. Visszajövök és mindent rendben akarok találni. Jó. Hát kb. Érteni, igen. Nem azt mondom, hogy makulátlan, de igen, a fővonal megvan, a téma, így van. Ennyire vagyunk kemények, érted? Jó. Itt tettem. Mint a kád széle. Jaja. Mint a Tarzan talpa. Ó, te Witcher vagy? Nem, így anyád. Van. Fehér haj, függőleges pupillák, a mutáció jelei. Lépjünk túl az orvosi vizsgálatokon. Bocsáss meg, nem sértegetni akartalak. Siegfried vagyok, a lángoló rózsa rendjének lovagja. Én Geralt vagyok. Sok jót hallottam a Witcherek harci képességeiről. Kérlek, munkaügyben vagyok itt, és nem érek rá. Egy kukorixra vadászol? Én ezért vagyok itt. Beszéljünk. Igen? Mit tudsz a kukorixokról? A kukorixok egyfajta ornitoszauruszok. Kétszer akkorák, mint egy nagy madár. Kakasra hasonlítanak, innen a nevük is. Folytasd. A kukorixokat gyakran összetévesztik a baziliszkuszokkal, pedig ez két külön faj. A közhiedelemmel ellentétben a kukorixok tekintete nem változtatja az embereket kővé, de a csőrüktől óvakodni kell. A bestia csőre sebészi pontossággal képes kitépni az ellenfél létfontosságú szerveit. Az áldozat gyakran azonnal meghal, főleg amikor hátulról kapják el. Hogy kellene elpusztítani ezt a bestiát? Kardforgatásban kell kitűnőnek lenned. Azonban ezüstkard nélkül ez elég nehéz lesz. A kukorix szeret az ellenfele mögé lopózni és úgy támadni. Van a kukorixnak olyan része, amit fel lehet használni? A szemeit elég sokféleképpen lehet hasznosítani, ezért értékesek is. A farktollai pedig még inkább. Lenyűgöző a tudásod. Bevallom, a szörnyekről való tudásom a kukorixoknál véget ér. Néha japám, Deneszlei Eik, nyugodjon békében, rám hagyott egy metszetet a bestiáról. Több másik metszet is volt, de egy mantikor gyomrában végezték, csak a kukorix képe maradt meg bennem. Részvétem. Vadásztál mantikorra is? Nem, akkor nem voltam otthon. Később fedeztem fel, hogy az apám gyengesége ellenére harcolt a mantikorral. Gondolom, el tudod képzelni, tragikus vége lett. Amikor odaértem a küzdelmük helyszínéhez, a szörny hatalmas fájdalommal ordított, és másodpercekre volt a haláltól.
Amikor látta, hogy nem képes kiütni apámat a fegyverzetéből, megpróbálta egészben lenyelni az öreget. Később azt mondták, Eik lelkének szent tüze égette ki a szörny szívét. Hősi halál. Nyugodjék békében. Az jó. Azt hiszed, meg tudod ölni a kukorixot? A szent láng irányítani fog engem. Mi késztetett arra, hogy kövess egy szörnyet a csatornába? Mert fenyegeti Vizimát. A rend harcol szörnyek ellen egy ideje. Egész hatékonyan. Ez a vicserek dolga. A vicserek már elavultak, és kevés van belőlük. Nem versenyezhetsz velünk, a rend nem követel fizetséget az emberek védelméért. Talán a páncélodat és a váradat tündérektől kaptad. Nem akarok vitatkozni. Mindketten itt vagyunk. Semmi értelme egyikünk lépésére várni, amíg folytó lidércek is vannak itt. Inkább egyesítsük harci erőinket. Régóta szeretném már látni harci képességeidet, és biztosíthatlak, hogy a kardom rendelkezésedre áll. Hát legyen. Egyet értek. Whatever. Te mész előre. Hát nyilván. Witcher ezüst kard. Oké. Harci képesség, elővettem a fákját. Odavertünk kettőt, és mindenki eldőlt, mint a rohadtnád. Jó. Igen, meg kéne keresni a kukorixot. Ez zárva. Mehetünk arra is. Hát arra nem, úgyhogy akkor arra megyünk. Templom negyed, csatorna. Egy erőhely. Jó, hát menjünk akkor körbe itt a csatornában. Előbb-utóbb csak megtaláljuk. Ott egy zsák. Ez zárva. Oké. A lovak tetem. Itt egy kulcs. Levél Eriknek, a lovagnak. Erik, az átkozott istenkáromlók csak nagyon nagyvonalú információkat adtak. Tudjuk, hogy az oroszlánfejű pók imádói valahol a csatornában találkoznak. Sajnos a pontos hely nincs meg. Az egyik kultusz követőnél volt egy kulcs, ezt mellékeltem a levélhez. Lemerem fogadni, hogy a találkahely ajtaját nyitja. Menj le a csatornába és próbáld megtalálni a kérdéses ajtót. Az örök tűz vezessen sötét utadon. Akkor gondolom az ezt a rácsot nyitja. Nem.
Nagy kukorix. Mit mondott? Erős herét? Íj, megbaszott minket. Semmi baj. Siegfried is kapta. Siegfried! Jó, meg is van. Le kell vágnom a kukorix fényt, majd el kell hagynom a csatornát. A kukorix halott. Menjünk. Nem fordulhatok vissza oda, ahonnan jöttem. Gyere, elvezetlek a kijárathoz. Fogd a kukorix fejét. Vincent jó pénzt ad a trófeákért. Nagyon jó, bár ez elég büdös. Meglettünk kukorixolva. Jó, és itt van a trófea. Malkad Sephira. Na várjátok. Itt van egy tűzhely. Oké. Menjünk Siegfrieddel. Siess! Nyomtok egy bukfencet, mert miért ne? Az az ajtó vezet ki a csatornából. Az útjaink itt szétválnak. Csendet. Lépteket hallok. Furcsa. Kevesek merészkednek ide. Orgyilkos. Öljétek meg! És a lovagot is! Meghalt, de már jobban van. Egy régi barát? A szalamandra jelvényes orgyilkosok már zaklatnak egy ideje. Ki tudta, hogy a csatornákban leszel? Az őrök kapitánya, a senki házik a börtönből és a rabok. A kukorixszal a szabadságomért küzdöttem. Tehát leszűkült a gyanúsítottak köre. Valószínűleg meg tudod majd oldani a rejtét, amikor megtalálod azoknak a banditáknak a vezérét. Van egy nyomozó barátom Vizimában. Keresd fel! Merre tartasz? Van egy kis elintéznivalóm a rend őrhelyén. Azután elindulok bestiák után kutatva, hiszen a világ tele van velük. Jól csináltad, Siegfried. Örülök, hogy találkoztunk. Vissza kell szereznem a dolgaimat. Győződj meg arról, hogy mindent megkapsz. Jethro híresen enyveskező. Menjünk innen. Itt a kulcs a városba vezető átjáróhoz. Néhány napja bezártam, hogy bent tartsam a kukorixot. Köszönöm, inkább nem fordulnék vissza oda, ahonnan jöttem. Lehet, hogy találkozunk még, ha valaha meglátogatod majd a csatornákat. Tiéd az emberiség védelmének szent küldetése. A szarkazmus nem szükséges, ugyanazon az oldalon állunk. Viszlát, és köszönöm. Ha bármikor szükséged van rám, Vizimában a szállásomon megtalálsz. Oké. Na.
Megkaptad? Kulcs. Fel kell keresnem Jetrót, hogy adja vissza a cuccaimat. A szállásomon megtalálsz. Vagy a csatornában. Jó. Vizim a templom negyede. Szajhák, gyilkosok, koldusok. A szalamandra bázis közel lehet. Na. Akkor megérkeztünk Vizimába. Érdekes. Ez az a nyomozó, akiről Siegfried beszélt. Talán segíthet. Valahol el kell kezdeni. Így van. És el is fogjuk kezdeni. A következő streamben. Viszont mára megállunk. Mert ennyit gondoltam, hogy jössünk fel így Vizimába. És akkor innen folytatjuk majd a következő alkalommal.